Sziasztok! Szeretettel üdvözlünk mindenkit! Papírszínházas meséket fogunk olvasni napról napra, amíg a bezártságban élünk. Reméljük, ez nem lesz olyan sok. Igyekszünk egy kicsit feldobni. Bemutatom a stábot. A rendező Ruf Imre, a közönség Ruf Julianna és Ruf Domonkos, a mesélő pedig Pehán Eszter. Szeretnétek elutazni Meseországba? Igen! Igen! Hogy mindig ezzel a csengettyűvel fogunk elutazni. Képzeljétek el magatokat, hogy elutaztok Meseországba. És ma a Csipke Rózsika mesét hallhatjátok. Csiribú, csiribá, nyíki paraván! Mivel elvarázsoltátok a paraván, most kinyílik. És egy szép mesét rejt. Minden nap egy másikat fog. Csipke Rózsika. Réges-régen élt egy királyi pár egy távoli birodalomban. De hiába volt a sok ország, a tenger kincs. Nem voltak boldogok, mert nem volt gyerekük. Folyton csak így sóhajtoztak. Bárcsak gyerekünk születne, bárcsak betöltené nevetése a palota termeit. Bárcsak. Mégis hiába vártak rá. Egy napon aztán a királyné a közeli tóban fürdött, és amint kilépett a partra, elsikkantotta magát. Egy béka ült előtte, és úgy nézett rá, mint aki mindjárt megszólal. Talán éppen azért, mert szempillantással később valóban meg is szólította őt. Fenséges királyné, ne búslakodj, vágyad teljesülni fog. Még egy esztendő sem kell hozzá. Így is történt. Nagy-nagy boldogságukra a következő tavasszal virágra jött kislányuk, egy elbűvölő teremtés. Lett is egyszerre öröm a királyi palotában, és akkora ünnepséget csaptak, mint még soha. Meghívták az egész atyafiságot, minden jó emberüket, hogy mindegyik valami jóval, széppel megajándékozza a kicsi király kisasszonyt. Az országban 13 varázserejű asszony is lakott, de a mulatságra egyiküknek nem küldtek meghívót, mivel csak 12 aranytányérjük volt. A vacsora végén az asszonyok egyenként a bölcsőhöz léptek. Mindannyiuk kívántak valamit a kislánynak, ez volt az ajándékuk. Az egyik szépséget, a másik okosságot, a harmadik egészséget, a negyedik vagyont. Egy szóval minden földi jót. Alig, hogy a 11. elmondta a magáét, dúlva, fúlva berontott a 13., akit nem hívtak meg. Éles hangon azt vikácsolta. Nem hívtatok meg engem, így hát megárkozom a király kisasszonyt, amikor 15 esztendős lesz, szúrja meg a kezét egy orsó és halljon meg. Majd kiviharzott az ebédlőből. Mindenki bénultan nézett utána. Ne búsuljon, felséges királyom és felséges királyném, ha nem is tudom feloldani az átok alól a király kisasszonyt egészen. Legalább enyhítem. Nem hal meg, csak aludni fog 100 esztendeig. Lépett elő a 12. bölcs és varázserejű asszony. Ettől a pillanattól fogva senki lélek nem látta mosolyogni a királyt és a királynét. Mindazon törték a fejüket, hogy s mint tudnák megelőzni a nagy szerencsétlenséget. A király már másnap elrendelte, hogy ahány orsó csak található a birodalomban, mindegyiket vessék mágiára. Így is történt. Éget, ropogott, hamuvá omlott a sok kecses padarab. Szomorkodtak az asszonyok, hogy nem lesz mivel fonniuk, de hiába. A király kisasszony pedig nőtt, nőtt, növekedett. Olyan szép volt, mint égen a ragyogó csillag, és olyan kedves, olyan jó, hogy minden lélek szerette őt. Már kezdtek is megnyugodni, hogy nem teljesedik be az átok. És amikor a király kisasszony 15 éves lett, a király is, a királyné is úgy megfeledkeztek már a dologról, hogy aznap elmentek hazúról, és magukra hagyták. Ahogy magára maradt, bejárta az egész palotát. Mindent jól megnézett, és végezetül egy vén toronyhoz ért. Fölment a lépcsőn,
és a torony ajtajában volt egy rozsdás kulcs. Fordított rajta egyet, és azonnal fölpattant az ajtó. Hát uramisten, ki volt a szobácskában? Egy vénasszony. De olyan vén, hogy az orra egészen a térdét verte. Ott ült egy kis széken, és nagy serényen font pergette az orsót. Angyalkám, mennyire vártalak? Vártál? Mi az ott a kezedben? Mit csinálsz? Az asszony szeme felcsillant. Fonok. Jaj, de szeretnék én is fonni. Hadd próbáljam ki. Odaadta a vénasszony az orsót. Hát hogy ne adta volna, hiszen ő volt a 13. bűvályos banya. Milyen vidám hangja van, szólt a király kisasszony, közelebb lépett, és megérintette az orsót. Azonnal megszúrta az ujját, a vére kiserkent, és lehanyatlott az ágyra, azon nyomban elaludt. Éppen akkor tért haza a király és a királyné. Ők is álomba merültek a palota előcsarnokában. Húzták a lovak a lóbőrt az istállóban. Durmoltak a kutyák az udvaron. Szenderedtek a galambok a gerendán. Aludt a hopmester a szalomban, a cserédek a mosókonyhában. A szakácsmester a konyhában, belealudt a keze is, ami épp pofonra lendült a kukta felé, aki odaégette a húst. Szúnyadtak a legyek a falon, kialudt a tűz a kandallóban. Megalvadt a vágy a szívekben. Elállt a szél, levél sem moccant többé. Csak egy kis csipke rózsa bújt ki a földből. Ez a csipke rózsa nőtt, nőtt, növekedett, és termült, míg végül egészen elborította a királyi palota falát, a födelé, minden ajtaját, ablakát, még a zászlót is. Mindaddig, amíg a palotából már semmi sem látszott. Eközben híre ment hetet-hét országon, hogy a csipke rózsás palotában alszik egy szépséges, szép király kisasszony, akinek Csipke Rózsika a neve, és akihez hasonlatos szép lány nincs a kerek világon. Sorra jöttek a hercegek, a királyfiak, és megpróbáltak áttörni a tüskés sövényen, de az indát megragadták, és nem engedték őket. A csipke rózsán nem tudtak átvergődni, ott ragadtak a folytó ágak közt. Szerelmesen, kétségbe esettem, és mindannyian ott lelték halálukat. Telt múlt az idő, esztendő után, de egy vitéz sem láthatta meg Csipke Rózsikát. Hanem amikor eltelt 100 év, éppen akkor próbált szerencsét egy délceg királyfi. Tüske, sövény, gonoszul tekerendő indák mind szétnyíltak előtte, és sértetlenül átengedték őt. Az udvaron elhaladt az istálló mellett, látta a lovakat, kutyákat, galambokat. Látta a szakácsmester pofonra lendült kézzel a konyhában, a kuktát, aki odaégette a húst, a cserédeket a mosókonyhában, és látta a hopmestert is a szalomban. És tudta, hogy legyek, lángok, vágyak, mind ébredésre várnak. Olyan csend volt, hogy a saját lélegzetét is hallotta. Amint megpillantotta, a 100 esztendővel azelőtt álomba zuhant Csipke Rózsa herceg kisasszonyt, szinte félt megcsókolni a gyönyörű arcát, de mégis megtette. Abban a pillanatban Csipke Rózsika kinyitotta a szemét, és édes pillantást vetett megmentőjére. A délceg királyfi és Csipke Rózsika boldogan ölelték át egymást, és még aznap megtartották a lakodalmat. Egy hónapon át tartott a lagzi. Folyt a bor, szólt a zene, mindenki vigadozott. Aztán nagy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Így volt, mese volt. Amit mondtam, igaz volt. Holnap újra találkozunk.